Szép jó napot, estét és reggelt, attól függően, hogy ki mikor nézi meg ezt a videót. Üdvözlök minden kedves YouTube lakót, ahogy szoktam mondani. Köszönöm az új követőket, a régieket, üdvözlöm a trollokat, és mindenkit, aki hozzá szokott szólni a videómhoz. Nos, pár nappal, héttel, tök mindegy, már nem emlékszem. Ugye elkezdtem az első videómat a Edzünk című videó sorozatomról. Nos, hiszitek vagy nem, elkezdtem. És most látjátok ennek az első videóját, amiben most effektív nem azt fogjátok látni, hogy én hogyan fogok edzeni, hanem arról fogok beszélni, hogy szóval a múltat fogom egy kicsit összefoglalni röviden, illetve a jelent és a jövőt. Nos, kezdjük a múltat. Ugye több videót megjelentettem azzal kapcsolatban, hogy én testépítőként bűködtem a 2000-es évek, a 90-es évek első harmadától a 2000-es évek végéig, szóval egy ilyen 10-10-valahány évet foglalt magába az én testépítő karrierem. Ugye ezt is elmondtam. Én versenyszerű testépítő voltam, erről már megosztottam képeket, láthattátok, most ezt nem fogom pótolni, illetve, hogy ugye a 2008-as válság után miért kellett nekem abba hagynom, ezt is már elmondtam, és utána ugye szó mi szó, ahhoz az életmódomhoz képest az utána lévő életmódom kezdett lecsúszni. Rengeteg sok negatív dolgot kaptam, amikor elkezdtem ezt a YouTube csatornát, amiben egyébként teljesen igazatok van. Igen, egyre több alkoholt fogyasztottam, alkoholos befolyásoltság alatt csináltam videókat, ami megint egy alap volt ahhoz, hogy engem kikezdjenek a trollok, de nem bánom, mert teljesen igazuk volt, és én sosem tagadtam meg azt, aki vagyok. Igen, én ez voltam, vagyok mai napig, rengeteg sokszor bebasztam, részeg voltam, bár most szeretnék helyesbíteni, vagyis hogy ellentmondani embereknek, sosem csináltam úgy videót, hogy be vagyok drogozva, mert sosem drogoztam a videóim alatt, mert nagyon sokszor megkaptam, hogy be vagy cívva, be vagy lőve, mit cívtál, mit is. Sose szívtam semmit, nem voltam belőve a videóim alatt, egyszerűen csak részeg voltam. És ezt akkor se tagadtam, most se tagadom. Viszont tudom, hogy ebbe a videóba is ugye sokan fogják mondani, hogy megint be vagy basz. Nem vagyok bebaszva, én ilyen vagyok, amikor normális vagyok. És ugye az előző, az Edzünk című videóm óta én elkezdtem felkészülni az edzésre. Majd nem sokára belevegyünk ebbe a témába, csak befejezem, amit akartam mondani. Szóval, hála Istennek, a sok trollkodásnak, amit kaptam videóim alatt, meg negatív kommentek miatt, ugye elhatároztam azt, hogy teljesen igazuk van. És tarthatatlan ez az állapot. Úgyhogy ezért is volt, ami nagyon nagy érdeklődést kapott, hogy
az Edzünk című videómra, hogy újra el fogok kezdeni edzeni, és ezzel megmutatom, hogy hogy lehet majd átalakulni, meg az egész életformát, azt a rossz életformát, amit én most legalább 15 évet csinálok, miután befejeztem a testépítést, csináltam, hogy ezt hogy lehet semmisé tenni, és újra kezdeni. Hát, azóta a videó óta elkezdtem ezt a folyamatot. És akkor vágjunk bele az Edzünk című videósorozatomba. És most látjátok, itt vagyok, nem egy edzőterembe, mert maga az edzés sem az edzőteremben kezdődik el, hanem ott kezdődik el, hogy valaki eldönti, hogy változtatni akar az életén, és szeretni a testét pozitív irányba megváltoztatni. Én is itt van, látjátok, zsíros deszka csöcs, gusztustalan forma, ahhoz képest, amiket az előző videóimban mutattam, hogy régen hogy néztem ki. Hát ahhoz képest most úgy nézek ki, mint egy teli beszart búváröltöny, egy kifosztott uzsonnás zacskó mellett. És én ezt szeretném megváltoztatni és visszahozni a régi formámat. És ez a sorozat ezért indult. És fú, az a baj, hogy ez olyan összetett, hogy nem tudom, hogy most hol kezdjem el. Kezdjük az alapoknál. Szóval. Az alakformálás, de inkább a testépítés, amit most velem együtt fogtok végignézni, hogy az én átalakulásomat. Ugye benne van a szóban is test, építés. Ez majd nagyon fontos lesz a következőkben. A testépítés az egy tudatos dolog. Valaki szeretné a testét fejleszteni, építeni. Leginkább, mivel én versenyző voltam és versenyző tudattal rendelkezem, szóval én mindig a testépítést egyfajta, hogy mondjam, szóval én nem úgy állok hozzá, mint egy átlagember, hogy lemegy az edzőterembe, és azért, hogy egészségesen, vagy egészségesebbé tegye az életét, jár le edzeni, hanem én tudatosan a testemet építeni akarom minél nagyobbra, és definiáltabbra, szebbé tenni. Ez a lényeg, és most is ezt fogjátok majd végignézni. Az én testi átalakulásomat. Látjátok, most úgy nézek ki, mint egy telibe szart búváröltöny. Ez tényleg így van. De láttátok, hogy régen hogy néztem ki. A régi videóimat vissza lehet nézni. És ugyanezt az eredményt, ha nem jobbat, szeretnék most elérni veletek közösen. És ugye nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy a kommentelők is, hogy szeretnének fejlődni, és hogy milyen jó lenne egy ilyen videó, mert hogy őket is ez motiválná, és ez engem rám ez pozitívan hatott, és ezt szeretném, akkor csináljuk együtt, és akkor úgymond ezt most komolyabban fogom venni, és nem csak magát a fejlődést, hanem mindig egy kis pluszt fogok adni. Akkor miről szól a testépítés? Azért, hogy valaki izmosnak nézzen ki, azért ugye elkezd súlyzós edzést végezni. Amikor súlyzós edzést végez valaki, az azt jelenti, hogy regenerálódásra kényszeríti az izomzatát. Magyarul. Az izomzata egy ilyen rácsos felépítésű szövet, amikor ha azt terheli súlyzós edzéssel,
ezek a rács szerkezetek, ezek elszakadnak egymástól, ezt úgy hívják, hogy mikrotraumát okoz az izomzatban. Ezt a mikrotraumát a testnek, a szervezetnek újra kell építenie, mert hiszen sérült valami, sérült az izomzat, ezért ugye ugyanúgy, mint hogyha megvágod magad, azt ugye regenerálja a szervezet, hogy a seb megszűnjön, és hogy újra ugyanúgy nézzen ki, mint rég. Na, az izom is ugyanígy működik, hogyha ezt a traumát te végrehajtod az izomba, azt neki újra kell építenie. Erről szól az edzés. Szóval amikor te súlyt emelsz, akkor az izmaidban ezt a mikrotraumát létrehozod, magyarul regenerálódásra kényszeríted, mert hiszen nekik a pihenő időszakban, amikor nem edzel, nem csinálsz semmit, hanem alszol, ezt a sérülést nekik javítaniuk kell. Mi kell ehhez a javításhoz? Ehhez a javításhoz, vagyis hogy ehhez a javításhoz dolgok szükségesek. Illetve az izom miből áll? Hát az izom fehérjéből és vízből áll. Ahhoz, hogy ezt a szervezetet újra tudja építeni, ehhez fehérjére és vízre van szüksége. Ez most egy tök leegyszerűsített dolog, ezt most csak azért mondom, hogy megértsétek. És ezt mikor tudja létrehozni? Amikor pihensz. Vagyis a testépítés alapja, én ezt úgy szoktam mondani, hogy van a testépítésnek a bűvös háromszöge. A csúcson a táplálkozás áll. Onnan lejön az edzés, vagyis az, hogy az izmodat regenerálódásra kényszerítsed. Ez megtörtént, megvan a helyes táplálkozás. A helyes táplálkozásról arról azt kell tudni, hogy megfelelő mennyiségű szénhidrátot, illetve fehérjét viszel be. Vagyis a szénhidrátra azért van szükség, hogy legyen energiád, mert a szénhidrát olyan, mint az autóban a benzin, a testnek energiát ad. Most belemehetnék itt sejtszinten is, de bele is megyek. Ahhoz, hogy a sejted energiát tudjon termelni, ahhoz szénhidrátra van szüksége. A szénhidrátot ugye az inzulinnal karöltve tudja bevinni a sejtbe. Szóval van megfelelő inzulin, van megfelelő szénhidrát, az bemegy a sejten, mert ugye a receptorok érzékelik, beengedik a sejten belül. A sejten belül bemennek a mitokondriumba, ami a sejtnek az energiagyára, és a mitokondriumon belül egy energiagyár, mit hogy mondjam, szóval egy kisülést okoz, ami energiát szabadít föl, és ezt az energiát használja föl a szervezet a mindennapi élethez, hogy mozogj, hogy pislogj, hogy beszélj, hogy lélegezz. Szóval ez az alapja az egésznek. Na most, szóval a táplálkozás a csúcs. Ha megfelelően táplálkozol, megfelelő mennyiségű szénhidrátot viszel be, és fehérjét viszel be, és vitaminokat, és amihez tartozik, de a két legfőbb alap az a fehérje és a szénhidrát. A szénhidrát az azért fontos, hogy legyen elég energiád az edzésre, illetve a mindennapi életbe, hogy az izmot, ugye, hogy gyúrsz, magát, hogy gyúrsz, ez energiát használ föl, az energiát viszont a szénhidrátból nyeri, szóval ha megfelelő energiát és szénhidrátot viszel be, akkor létre tudod hozni azt, hogy az izmodat, ugye a megterhelés alatt, elért a mikrotraumát az izomba, hogy sérüljenek. Ezt a szénhidráttal éred el. Viszont az, hogy ezek újraépüljenek, ehhez viszont fehérjére van szükségem. És majd a később videóimban, ha ez kapcsolódik, ez nagyon összefügg majd a zsírégetéssel, mert zsírégetés igazából nincsen, de ezt majd később mondom el. Szóval, hogy megfelelően tud az izmaidat kényszeríteni arra, hogy
kényszeríteni a regenerálódásra, ahhoz megfelelő mennyiségű szénhidrát kell, hogy ezt elérd. Amikor ezt elérted, és szétszakadtak ezek az izomrostok, a miozin szálak, meg most mondhatnék, de ebbe nem akarok belemenni, lényeg az, hogy az edzéssel, amit azért tudtál végrehajtani, mert szénhidrátot fogyasztottál, ezek megtörténnek, viszont ezt, és itt jön a harmadik része a háromszögnek, a pihenő időszakban ugye van az étkezés, van a maga a gyúrás, és van a pihenés, mert miközben megvan a szénhidrát miatt, megfelelő mennyiség miatt le tudtál rendesen edzeni, ugye regenerálódásra kényszerítetted az izomzatodat, és utána a pihenés, a harmadik legfontosabb dolog, hagyod, hogy az izomzatod regenerálódjon. Vagyis mindez, amit te véghez vittél, éjszaka, amikor alszol, az izomnak kutya kötelessége, mert ugye nincs olyan, a seb, megvágod magad, nincs olyan, hogy az nem forr össze, aznak össze kell fornia. Vagyis az izomsérülést is újra kell építenie. És ezt, mivel az előbb mondtam, hogy az izom miből épül fel? Fehérjéből és vízből. Ezért ahhoz, hogy újraépítse, fehérjére és vízre van szüksége, és ha ezt megfelelően megadod neki, akkor ezt a mikrotraumát újra tudja regenerálni, és újra összeépíti a pihenő időszakban, vagyis akkor, amikor alszol. Ez az alap. Na most, ahhoz, hogy te izomzatot növeljél, maga az izomnövekedés is a szervezetnek egy védekező mechanizmusa. Azért nagy az izom, mert amikor ezt a folyamatot megfelelő táplálkozás, megfelelő edzés, megfelelő pihenés, ezt rendszeressé válik, és egyre nehezebb súlyokat csinálod, akkor a szervezet úgy érzékeli, hogy folyamatosan stresszbe van véve az izomzatot. Ezért ő okosan fölkészül a következő terhelésre, és az izomzatot erősebbé és nagyobbá építi, hogy ne tud szétszakítani, szóval, hogy ne legyen sérülés benne. De mi mit csinálunk? Amikor ezt a részt elérjük az edzésbe, hogy már amikor erősebbnek hiszed magad, ez ezt jelenti, amikor súlyt tudsz váltani, hogy már nem 50 kilóval nyomsz fekve, hanem már 60-nal. Ez azért van, mert az izom fölkészült a terhelésre, és erősebbé építette magát, ezért tudsz te nem 50 kilóval, hanem most már 60 kilóval fekve nyomni. Épp ezért nem 60 kilóval kell fekve nyomnod, hanem 65-tel, mert arra már nincs fölkészülve az izom, és elkezdődik újra ez a folyamat. Vagyis az izomban mikrotraumát okozol, mert nem bírja 65 kilót, elszakad, te folyamatosan csinálod, ő folyamatosan reagál erre, és erősebbé teszi. És utána már 60 kiló sem okoz neki gondot, és akkor már érzed magadon, hogy ha 60 kiló, pipo, na akkor emeljük 70-re, na az már nehezebb megint, és akkor így működik az izom erősödés. De ez csak akkor jön létre, hogyha a legelső pont, a táplálkozás megvan. Ez pedig úgy néz ki, hogy ki kell számolni. És ez így néz ki. Testsúly kilogrammonként a szénhidrátot, illetve a fehérjét. A szénhidrát az körülbelül a testsúly kilogrammot meg kell szorozni 3-mal. Vagyis, ha te 70 kiló vagy, a 70-et meg kell szoroznod 3-mal, és az eredmény az az, amit naponta neked be kell vinned ahhoz, hogy neked legyen energiád azt az edzést végrehajtani, hogy
most nem akarom ismételni, a regenerálódásra kényszerítsen az izmodat. Viszont, hogy ezt a regenerálódást újra is tudjad építeni, ehhez a fehérje bevitelt is növelned kell. Szóval, ha 70 kg vagy, a 70 kg-t 5-tel meg kell szorozni, vagyis hogy 5 g fehérjével, most, hogy értsétek, akkor 70x5, és az eredmény a napi fehérje bevitele. És ezt minden nap meg kell csinálnod. Szét lehet osztani napi 5-szöri étkezésbe, ez most nem megyek bele számszerű, a lényeg az, hogy ezt szét kell osztani, a mindegy, amit mondtam, ezeket meg kell naponta enni. És itt jön a furcsaság, és ez a legnehezebb benne, hogy mihez te ezzel a technikával 1 kg izmot építettél magadba, akkor már te nem 70 kilóhoz szorzod ezeket a dolgokat, hanem 71 kilóhoz. Vagyis akkor már 71 kilóhoz szorzod, hogy akkor már 71x3, 71x5. Szóval benne is van a nevébe, hogy testépítés. Én mindig régebben, amikor még ugye személyedzőként dolgoztam, mindig elmondtam, hogy ez olyan, mint a házépítés. Te elkezdhetsz alapozni, csinálhatod a dolgaidat, ha nincsen plusz bevitel, nincsen plusz tégla, abból nem lesz ház. Te építkezhetsz, ha nem viszel be megfelelő mennyiségű anyagot, ugyanilyen a házépítés is. Ha nincs plusz tégla, nem fogsz plusz emeletet építeni. Ez tök logikus. És ez a nehéz a testépítésben, hogy mindig, hogyha fejlődéshez mindig kell plusz bevitel, mindenféle szempontból. Úgyhogy most így hirtelen elmondtam az alapokat, én már elkezdtem. A következő videómban pedig a kajákról fogok beszélni, illetve azokról, hogy én mit eszem, hogy eszem, hogy kell ezt az egészet, vagy én hogy csinálom ezt az egészet, ami bevált nálam is, illetve a régi vendégeimnél is. Remélem, hogy most egy kis kedvet adtam ehhez a dologhoz azoknak, akik pozitívan álltak a kezdeményezésemhez. Úgyhogy hát ez volt a kezdés. Plusz most látjátok, hogy nézek ki, és mindig látni fogjátok, hogy a következő videókban a fejlődést. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Lehet, hogy például szerintem a következő videómban pedig, ami még jobban érdekli az embereket, a zsírégetésről, ami egy rossz kifejezés, hogy szerintem miért nincs olyan, hogy zsírégetés, mindegy. A következő videómban a zsírégetés, mint rossz fogalomról fogok beszélni, és elmondom, hogy jöhet létre zsírégetés. Na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis szösszenetet, úgyhogy hamarosan jelentkezek a következő résszel. Mindenkit üdvözlök, legyetek jók, edzetek, helyesen táplálkozzatok, és hogyha követitek ezt a sorozatomat, megfogadjátok azt, amit mondtam, akkor ti is ugyanúgy fogtok tudni változni, mint ahogy engem láttok, majd változni. Sziasztok!